Ez egy igét felolvasok, János Evangélium 5. rész 17. vers. Jézus pedig felelt nekik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is a saját atyának mondta, egyenlővé tévé magát az Istennel. Felelt azért Jézus és mondta nekik, bizony, bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Egy nagyon egyszerű üzenetem van így ma reggel. Isten cselekszik. Ezt így a fejünkbe tudjuk. És mégis nagyon nehéz elhinni. Röviden erről a történetről, hogy hogyan is került ebbe a helyzetbe Jézus. Egy nagyon furcsa történet. Egy béna, paralízises embert gyógyított meg, aki egy tónak a partján töltötte az életét. 38 évig volt beteg, ezt írja róla az ige. És amikor Jézus megállt előtte, akkor Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. És az ember nagyon furcsán reagált. Nem azt válaszolta, hogy igen, akarok meggyógyulni, hanem elkezdte elmondani azt, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy ő meggyógyuljon. Ő már annyiszor lejátszotta ezt a fejében. Azt gondolta, hogy ez az egy esélye van, hogy valahogy bejusson a vízbe, amikor az angyal megmozdítja a vizet. Én nem tudom, hogy ez igazából tényleg működötte vagy nem, de ő ebben hitt. És azt is fölismerte, hogy nincs esélye. Neki nincs olyan embere, aki odavigye, és igazából ő már nem hitt ebbe, hogy meggyógyulhat. És ott állt előtte Jézus, és nem tudott vele mit kezdeni. És aztán tudjuk a történetből, hogy Jézus meggyógyította, és az egész ráadásul szombaton történt. Tudjátok, annyira le tudjuk játszani a fejünkben azt, hogy Istennek hogyan kellene bennünket megáldania. Annyira tudjuk azt, hogy Istennek mit kéne csinálnia, meg hogyan kéne csinálnia, meg mikor kellene csinálnia. És tudjátok, ez Istent annyira nem érdekli. Ott voltak a farizeusok, akik azt gondolták, hogy szombaton nem lehet ilyet cselekedni. Mert benne volt a törvényben. És amikor elkezdték ezzel Jézust vádolni, akkor nem vették észre, hogy Istent vádolják. Mert Jézus azt mondta, hogy az atya cselekszik, és hogyha az atya szombaton cselekszik, akkor én is szombaton fogok cselekedni. Mert Isten az, aki ezeket a szabályokat is létrehozta, és neki nincsenek ilyen szabályok. És hiába próbáljuk meg a saját elképzeléseinket ráerőltetni Istenre. Ez nem működik. Azt mondta Jézus, hogy az én atyám cselekszik, és én is cselekszem. Annyira nehéz ezt észrevenni. Ezek az emberek is, akikkel Jézus találkozott, ők se akarták ezt meglátni, hogy Isten cselekszik. Most az életemben van egy terület, ahol kezdem látni azt, ahogy Isten cselekszik. És azt érzékelem, hogy valami egészen más szinten csinálja, mint amit én elképzeltem volna. Hogy annyira nagyvonalúbb, annyira nagyban csinálja Isten, hogy még fölfogni is nagyon nehéz. Isten nem kispályás. Azt gondoljuk magunkról, hogy majd így vagy úgy fog cselekedni, vagy szeretnénk belerángatni a dolgainkba, hogy ezt meg ezt csinálja meg. És tudjátok, Isten cselekszik folyamatosan. Nem szoktunk ezzel kalkulálni. Nem szoktuk figyelembe venni, hogy Isten cselekszik az embereknek az életében. Néha észrevesszük, de tudjátok meg, hogy Isten egy aktív Isten, aki folyamatosan cselekszik. És nem az a kérdés, hogy Isten cselekszik-e vagy nem, hanem hogy észreveszed-e, hogy cselekszik, és be tudsz-e kapcsolódni ebbe vagy nem. És fantasztikus dolog az, amikor az életedben, az életednek valamelyik területén, vagy másoknak az életében látod azt, hogy Isten csinál valamit, és hogy mennyire nagy léptékű, és mennyire fantasztikus dolog az, amit Isten cselekszik. Ha bele vagyunk ragadva a problémáinkba, bele vagyunk ragadva a sablonjainkba, vagy a megoldási módszereinkbe, akkor nagyon nehezen tudjuk észrevenni azt, hogy Isten mit akar csinálni. És a szombat az erről szólt. A szombat az nem arról szólt, hogy mit nem lehet csinálni. Olvassátok el, hogy Isten miért adta a szombatot. Azt mondta, hogy legalább egy nap legyen, amikor abba hagyod végre a saját dolgaidat, és odafigyelsz rám. És vedd észre, hogy én fogok gondoskodni rólad. És
Nem kell félned, meg nem kell futnod a saját dolgaid után, hanem engedd el magad, és engedd át nekem az életedet. És látni fogod, hogy milyen az, amikor én cselekszem. És ez valami egészen más szinten van. Ezek a farizósok nem értették, ők próbálták azt ahhoz ragaszkodni, hogy nem lehet, meg ezt nem lehet, meg azt nem lehet. Tudjátok, Jézus többször is mondta a tanítványainak, hogy gyertek utánam és kövessetek engem. És néha úgy érezzük, hogy ezt nehéz megcsinálni. Én azt tapasztalom, hogy amikor látom Isten cselekedni, én ott akarok lenni. Egyszerűen, mint a mágnes vonz, és semmi más nem érdekel. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak most. Az elmúlt hónapokban itt a magyar politikai életben elég érdekes dolgok történtek, és engem régebben így érdekelt a politika, meg úgy megvolt a véleményem dolgokról, és hogy látom, hogy így Isten hogyan cselekszik, mikor jöttek ezek a hírek, annyira nem érintettek meg. Így emberileg nem is nagyon vártam mást ezektől az emberektől, és ez most politikai párttól független. De régebben azért egy indulat is volt bennem, meg úgy megvolt a véleményem, meg hogy ezt így, meg úgy, és így hallom a híreket, és annyira nem érdekel. Annyira máshol van, mint az, amit Isten csinál. És amikor látjátok Isten cselekedni, akkor az húz magához, és akkor követitek, és ott akartok lenni. Én már elmúltam 50 éves, és 40-valahány éves voltam, amikor először észrevettem, hogy kezdek öregedni. És ennek az volt a jele, hogy életemben először nem előrefele gondolkoztam, hanem visszafelé. Tehát azt vettem észre, hogy azon gondolkozom, hogy lesz egyszer egy pillanat, amikor már csak visszafelé tudok nézni, hogy mit csináltam az életemben. És nekem az a vágy van a szívemben, hogy amikor majd a végén visszanézek, akkor azt lássam, hogy ott voltam, ahol Isten volt. Hogy láttam őt cselekedni, és benne voltam abban, amit ő csinált. Én azt gondolom, hogy ez a legklasszabb dolog a világon. És hogy ennél jobbat nem tudok elképzelni. És azzal szeretnélek biztatni benneteket ma, hogy Isten cselekszik. Hogy használjátok a hiteteket, és nézzetek rá, mert cselekszik itt ma a ti életetekben is. Gyertek, álljunk föl!